térképet böngészve őszintén nem tudtam eldönteni, hogy Tirana inkább egy kaotikus balkáni ország, vagy hogy egy rohamtempóban fejlődő keleti város, vagy hogy egy szegény lemaradt egykori kommunista város, vagy hogy egy nagyon rendezett országról beszélünk, aminek tényleg helye van az Európai Unióban, de hogy mik azok, amik igazak ebből, és mik azok, amik csak sztereotípiák, illetve hogy itt is annyira szarok-e az albán pékségek, mint nálunk, azt a következő három napban ki fogjuk deríteni innen Tiranából, Albánia fővárosából. Na és ha megnézzük Albánia történelmét, akkor elmutatjuk, hogy a legnagyobb nemzeti hősük az Skander Bég volt, aki 1443-tól volt Albánia fejedelme, és egészen haláláig uralkodott, és ő többször visszavette az oszmán birodalomnak a terjeszkedését, és ebben egyetlen szövetségese volt, aki nem más, mint Hunyadi János, ezért ezt a teret, ahol most vagyunk, ezt Hunyadi Jánossal nevezték el, és van itt is egy kis emléktábla, hogy az itt látható térnek a felújítását a budapesti fővárosi önkormányzat finanszírozta, sőt, van, ahol még van is egy emléktábla. Azt nem mondom, hogy könnyű megtalálni, pedig van itt a sár, de na, itt van a Hunyadi Jánosnak az emléktáblája. Checkpoint emlékmű annak állít emléket, hogy innen kezdődött régen a Bollók városnegyed, ami arról volt híres, hogy itt laktak a pártitkárok, pártvezetők, ezért is van itt mögöttem, ugye a parlamentnek a parlament irodája, és hát ők itt elkülönítve értek a szegényebb városlakóktól, sőt ők nem is mehettek be ebbe a városnegyedbe, és hát itt persze jólét volt, nagy villák voltak, meg hát történészek szerint, míg azt terjesztették a kommunista vezetők, hogy hát a nyugatról jött termékeket nem szabad fogyasztani, mert azok károsak, meg rosszat tesznek az országnak, meg stb. Stb. Addig ők itt nagyban falatoztak, itták a Coca-Colát, meg mindent, minden finomságot, ami nyugatra jött. A mögöttem látható világban lakott ember Hodzsa, akiről az út során még nagyon sok szó fog esni, mert hogy Albánia és Tirana történelmét nagyban befolyásolta. Ő 1908-ban született, majd Franciaországban tanult, és innen tért vissza ide Albániába, ahol kezdetben franciát és etikát oktatott, majd az etika tanár a II. Világháború után ki lett nevezve miniszterelnöknek, és onnantól vette kezdetét Albániában a kommunista diktatúra, ami kicsit több ideig tartott, mint a halála, ő ugyanis 1985-ben halt meg, de a rendszerváltás itt Albániában csak 1991-ben történt meg. Na, hát időközben összefutottam egy helyi bácsival, aki azt mesélte, hogy hát mióta nincs ember, hogy azóta mennyire mocskosak az utcák, mert hogy régen itt mindig minden takarítva volt, és hogy most tényleg mennyire piszkos minden, hát ami egyébként így is van, ezt tapasztaltam én is, illetve azt dicsérte, hogy egyébként régen tényleg mennyire jó volt az oktatás, meg hogy ő már az iskolában tanult angolul, ami hát persze jó dolog, csak hát ugye a kommunizmus idején, hát ugye nem hagyhatták el az országot, tehát hogy ez lényegében felesleges volt. Más, hogy lehet látni, ez a ház már egy ilyen gyönyörű, fás, sétál utcában van, tehát ez tényleg el volt zárva a hétköznapi puritán emberek elől, ugye tényleg csak a pártagok, vagy hát a párthoz közel álló emberek jöttek be és lakhattak itt, és hát nem tudom, direkt csinálták-e így, de hát elég vicces, hogy a nyugati kultúra ellen harcoló diktátor villájával szembe tettek egy KFC-t. Most a véreskező diktátor ember Hodzsa azért, hogy kézben tartsa hatalmát, az embereket próbálta rettegésben tartani, méghozzá azzal, hogy Albániát valaki meg fogja támadni, és azért, hogy el tudjanak menekülni, illetve hogy ez a szöveg elég hiteles legyen, több mint 170 ezer ilyen bunkert építettek, ami általában 2-3 személyes, de olyanban is el fogunk látogatni, ahova több százan elfértek volna. Úgyhogy hát nem tudom, ismerőse valahonnan ez a módszer, hogy azt terjesztik, hogy az országot meg fogják támadni, bár szerencsére nálunk már nem bunkereket építenek, hanem legfeljebb óriás plakátokon, meg nemzeti konzultációkon terjesztenek hasonlókat. Na egyébként le is lehet menni ebbe a bunkerbe. Maradjunk annyiban, hogy ez... Jaj! Nem kényelmes, ha még ki se tudnék egyenesedni. Hát igen, itt azért nem a kényelem volt az elsődleges, hanem tényleg, hogy az ijesztegetés az hihető legyen. Hát igen, ebben legfeljebb két ember fért volna, ugye itt a fegyverek, lőállással, de hát ugye aztán Albániát soha nem támadták meg az 1944-es uralkodás kezdetétől,
Hát a rendszerváltásig, illetve azóta sem. De a terv bevált, tehát Amber Hodge-t nem váltották le addig, amíg élt. Tényleg nem egy, hanem jó pár bunker van, tehát ott is látni egyet a távolban, itt is egy, meg ott, amit megnéztünk, de ezek jó sűrűen voltak rakva akkor. És amikor 1985-ben Amber Hodge meghalt, akkor kitalálták, hogy itt az egyik főtéren állítanak neki egy piramis alakú épületet, és berendeznek egy kiállítást az ő uralkodásáról, és elvileg 1988-ban meg is nyílt róla egy kiállítás, de ez nem tartott sokáig nyitva, mert 1991-ben megtörtént a rendszerváltás, és akkor nagyon sokáig elhagyatva állt ez az épület, míg végül néhány évvel ezelőtt felújították, és most pedig konferencia központként működik. És ami még feltűnt, hogy erre az épületre fel lehet sétálni, bár ezek a lépcsők nem tűnnek túl bizalomgerjesztőnek. Hát, ha már itt vagyunk, egyszer élünk, menjünk fel. Ezért a kilátásért megérte feljönni, és egyébként közben azon gondolkoztam, hogy mi az a hely, ami még ennyire szürreális, mint Tirana, hogy egymás mellett lehet látni a történelmet, a modern építészetet, illetve hát a tipikusan keleti meg balkáni, hát mély szegénységet meg pusztuló épületeket, de nem igazán tudok ilyet mondani. Hát elég különleges Tirana, azt kell mondjam, így első blikre. Na és Tirana az ország legnagyobb városa, 500 ezer fő lakja, és hát az agglomerációt is, ha hozzaszámoljuk, akkor sem lakják többen 800 ezeren, tehát ugye ez jóval kisebb, mint mondjuk Budapest, de hát ugye az országot se lakják eleve túl sokan. A 2021-es népszámlálás szerint 2 millió 800 ezeren laknak Albániában. Egyébként, ha Albániáról meg úgy általában a Balkán régióról beszélünk, akkor gyakran szóba kerül a tolvajlás, a zsebtolvajlás, de most meg kell jegyeznem, hogy mióta itt vagyok, azóta számtalan rendőrrel találkoztam, és amióta itt vagyok fenn, ez nagyjából egy 10 perc, azóta kettő rendőr jött Frida az épület tetejére megnézni, hogy mi a helyzet. Na és amit itt mögöttem láthatunk, az egy mesterséges tó, amit itt Tirana a belvárosa mellett hoztak létre. Vannak itt futópályák, kávézók, felnőtt fitness játszóterek, hát igazából minden megvan, ami egy kellemes kikapcsolódáshoz kell. Kutyákat sétáltatnak, kacsákat etetnek, de nagyon hangulatos kis hely. És hát még mindig ez az első napom itt a Tiranában, de hogy pont ezek miatt van bennem egyre nagyobb kettősség, és nem tudom megérteni ezt a helyet, mert hogy tök jó kezdeményezések vannak. Látszik, hogy a belváros is szép, fásítva van. Néztük azt az Andrássy út jellegű utat, ahol kerékpársávok vannak. Tehát, hogy így látszik, hogy így próbál fejlődni a város, épülnek a felhőkarcolók, de közben meg mindenhol rohadt nagy szemét van. Tehát látszik, hogy senki nem tiszteli a köztereket, amint elfogyaszt valamit, eldobálják a szemetet. Tehát látszik, hogy itt a kommunizmusnak a hatása még nem egészen múlt el. Szóval tényleg próbálnak fejlődni, de hogy valahogy az emberekben ez még nem fordult. Tehát, hogy itt ezeket a dolgokat meg kéne becsülni, meg hogy a köztér az mindenki, és hogy ez a város tényleg haladjon előre, az mindenkinek a felelőssége. Ahova mindenképpen szerettem volna még eljönni, az a Dajti Express, ugyanis Tirana a Dajti hegy lábánál fekszik, ami 1613 méter magas, tehát már ez önmagában jóval magasabb, mint Magyarország legmagasabb pontja, a Kékestető. Maga a felvonó nem megy el a hegynek a csúcsáig, tehát aki oda fel szeretné jutni, annak kirándulni kell egyet, és szerintem emiatt érdemes tavasszal, ősszel idejönni, nyáron egyébként nagyon meleg van szerintem a túrázáshoz, ilyenkor pedig, ahogy látom, havas a hegycsúcs. De hogy igen, lehet jönni ide kirándulni, sőt a környéken nagyon sok kiránduló hely van, van például egy gyönyörű tó, illetve van egy kis település, amiben van egy kolostor is, oda is érdemes ellátogatni, szerintem. Thank you.
És ha már ilyen szép helyen vagyunk, akkor néhány szót Tiranáról, így a néhány nap tapasztalatai alapján. Nagyon sok tévhitet olvastam a városról, az egyik például az, hogy itt nagy a szegénység, és hát vigyázni kell a tolvajokkal. Nos, ezzel szemben az a tapasztalatom, hogy rengeteg a rendőr, és sehol sem éreztem azt, hogy engem ki akarnak rabolni, pedig hát nálam tényleg van egy elég drága kamera, és sosem volt az, hogy akárcsak néztek volna, követtek volna. Viszont rendőrt meg annál többet láttam, szinte mindenhol sétálgatnak az utcán, és nem csak a belvárosban, hanem a külvárosi részen is sok rendőrt láttam, úgyhogy közbiztonság szempontjából azt gondolom, hogy ez az elmúlt néhány nap rászáfolt arra, amit olvastam Tiranáról. Azt is lehetett olvasni, hogy készpénzt mindenképp hozzon az ember, mert bankkártyával nem nagyon lehet fizetni. Nos, túlnyomó részt ez is igaz, a legtöbb helyen tényleg nem lehetett bankkártyával fizetni, egyébként OTP bankból rengeteg van itt a környéken, már amikor megérkeztem a repülővel, akkor lehetett látni a reptéren OTP-s buszokat, de bankot is rengeteget lehetett látni itt a városban. Viszont a készpénz felvétel díja ettől függetlenül, mert hogy ez egy magyar bank, attól még nagyon-nagyon drága, ha jól tudom, több mint 800 lek, ami átszámolva, több mint 3200 forint, szóval megéri készpénzt otthon váltani. Ettől függetlenül vannak olyan boltok meg éttermek, ahol lehet kártyával fizetni, de ilyen kisebb helyeken például biztos, hogy nem lehet, sőt, hát nyilván olyan bazárban meg egyáltalán nem lehet, az otthoni piacokon sem mindenhol van kártya elfogadó hely. Amit még érdemes megfontolni, hogy érdemes olyan helyre beülni, ahol ki vannak írva az árak, mert hogy itt Albániában szoktak alkudozni, és hát az eladók olyan árakat mondanak, amelyeket nem szégyelnek. De ha van fix ár, akkor nyilván nekünk könnyebb dolgunk van, mert nem kell leállni az eladóval alkudozni. Akik egyébként néha tudnak, néha nem tudnak angolul, ezért jó, ha a telefonok a számológépét használjuk például, amikor próbáljuk kideríteni, hogy mennyit kell fizetnünk. És hogy kiknek ajánlom Albániát, illetve Tiranát, azoknak, akiknek nem igazán van pénzük elmenni nyaralni, de mondjuk egy ilyen annyit szánnának rá, mintha mondjuk elmennének a Balatonra és felfedeznének egy külföldi országot. Annak is ajánlom, aki megismerné egy keleti és egy balkáni országnak a történelmét és kultúráját, és nem riad meg attól, ami ezzel együtt jár, legyen szó mondjuk a szemétről. És kiknek nem ajánlom, elsősorban azoknak, akik szeretik az ilyen fancy dolgokat, vagy akiket elrettent a kosz és mocsok, és nem vagy nehezen tudják elfogadni azt, ami most még itt a Balkánon uralkodik. Egyébként itt a hegytetőn egykoron szebb napokat megélt, hát hotelt, vagy éttermet lehet látni. Viszont ami feltűnt, hogy innen a libegőtől nem messze, hogy egy kicsit feljebb jövünk, meg körbenézzünk a környéken, akkor a földből kikibuknak a belvárosban már látott kis bunkerek. És ez is ugyanolyan, mint a belvárosban. Be lehet menni kis kétszemélyes, és ott mögöttem már lehet is látni a következőt. Itt is lehetne még ilyen szöges dróttal eltekert, és ezek itt vannak a magától a felvonótól nem messze. És amit láthatok itt a hegytetőn is olyan, mintha maga a felvonó olyan, mintha egy kicsit Ausztriában lennénk, már Nyugat-Európában, de mikor felérkezünk és látjuk az elhagyatott szellemhotelt, a megbúvó kis bunkereket, akkor viszont olyan, mintha így visszacsöppentünk volna így az 1960-as, 70-es évekbe. Szöges drótok, bunkerek. Na, ettől érdekes Tirana. Legalábbis én emiatt szeretem ezt a helyet, mert itt van a velünk élő történelem. De megértem, hogy ezzel akinek meg nem tetszik. És ott a távolban is lehet látni, még a hegy aljában bunkereket, ahogy végig húzódnak. Mivel itt fenn a hegyen nem sok mindent lehet csinálni, azon túl, hogy csodálkozunk a szocializmus remek műveiben, ezért visszamegyünk Tiranába, és megnézzük a bunkártot, ami Tirana legnagyobb bunkerje. Felvonóban láttam, csak pont lekéstem, hogy felvegyem, de egyébként láttam valakit, aki olajbogyókat szedett, és bizony itt is lehet látni, itt vannak az olajbogyók. Ez itt már a bunkárt
1-esnek a bejárata. Egyébként érdemes kombinált jegyet venni, ami nem sokkal drágább, és ha kombinált jegyet vesztek, akkor be tudtok menni a 2-es bunkerbe is, ami a belvárosban van. Az egyébként kicsit más a tematikája. Még az általánosságban Albánia történelmét, valami életve főként a kommunizmus időszakát mutatja be, addig a bunkert 2 főként a titkos szolgálatoknak a működését. Ez már itt a bunkernek a bejárata, látszik, hogy milyen vastag beton ajtókból készült. Egyébként maga a bunker brutális nagy, 2685 négyzetméter, és hát az építése is egészen sokáig tartott. 1975-ben már álltak az alapok, és hát majdnem 6 évvel később, tehát 1972. szeptemberihez képest 1978. júniusában adták át. Ez az kis szoba, ahol most vagyunk, ez Enver Hoxhának, a véreskező diktátornak a szobája. Itt külön kis irodája volt tárgyalóval, van egy külön hálószobája, illetve egy kis fürdőszobája, ahol meg tudott tisztálkodni. Ugye Enver Hoxha volt az, aki eztnek a bunkernek az építését elrendelte, de hát ez a bunker is olyan, mint az a több ezzel, ami az országban szerteszét található. Sose kellett használni, mert hát sose támadták meg az országot. Egyébként annyira paráztatta az embereket, mert lehet, hogy aztán a végén már ő is elhitte, hogy meg fogják támadni, hogy ez a bunker atombiztos, tehát van olyan része, aminek a tetejét több mint 100 méter vastag beton borítja. Összesen 106 darab ilyen kis szoba kapott helyet. Bár a bunkernek a nagy részén nem látszódik, de egyébként az egész ilyen kupolás szerkezetben épült meg, úgyhogy mind a 106 szoba ilyen kupola alatt található meg. De nagyon durva, hatalmas. Ez elég kemény és tanulságos volt. Ha tényleg bele szeretnétek látni Albánia történelmébe, és szeretnétek megérteni, hogy ami most, vagy ahogy most kinéz az ország, meg ami most történik, az hogyan függ össze a történelemmel, tényleg mindenki gyertek el ide a bunkárba, mert nagyon megéri. Ami a keményebb teljesítmény, hogy most visszafelé megpróbálom megkeresni a buszt, ami az előbb ment el, de hát busz megálló tábla az esetek 50%-ában nincs, menetrend egyáltalán nincs, egyet pedig nem lehet venni előre, hanem a helyszínen van egy járkál körbe egy bácsi, aki jegyet ad, és ezeket fel van készülve, annál a kis apró tartó, meg mindenféle pénzből tud visszaadni, úgyhogy nagyon fel vannak készülve, úgyhogy egyen nem kell babrálni, azt a buszon lehet venni, és mindössze, hát most 2023-ban 40 lek, ami átszámolva 160 forint, szóval elég olcsó a busz. A belváros egy kihagyhatatlan látványossága a bazár, amiből, hát itt minden van, vannak rendes épített üzletek, vendéglátóegységek, illetve mögöttem a kis kirakodó egységek, háttérben egy kis mecsettel, úgyhogy tényleg minden van itt, érdemes itt eljönni és megnézni a helyi különlegességeket.
Úgy gondolom vétek lett volna nem belekóstolni a helyi gasztronómiába, ezért első alkalommal itt a piacon megkóstoltam a suksu koszovét, ami magyarul annyit jelent, hogy koszovói kolbász. Ez egy száraz, fűszeres és erjesztett kolbász, amit hát főként itt a Balkánon készítenek, és általában őrölt marhából vagy bárányhúsból készítik. Hát itt Albániában főként bárányhúsból készítik ezeket, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy milyen ez. Amúgy az egész finom. Az elején figyelmeztetek, hogy nagyon csípős, tényleg az. De finom. Így is. Nagyon finom. No és amit ennek kértem, az a távé koszi. Nem más, mint jókortban sült bárány. Ez egy eredeti nemzeti albán étel, ami az Elmász nevű városból származik, de egyébként népszerű Görögországban és Törökországban is. Az alapanyagai között pedig szerepel a bárányhús, a jókurt, a vaj, a tojás és a liszt. Egyébként meg kell hagynom, hogy ez volt a legfinomabb albán étel, amit az itt töltött 3 napom alatt kóstoltam. Végül, de nem utolsó sorban egy igazán autentikus étterembe látogattam el, ahol a kukurec elnevezésű ételt ettem, ami magyarra fordítva annyit jelent, hogy pacal. De ez nem a tipikus pacal, ebben az ételben bárány belsőségek vannak, többek között szív, tüdő és vese. Bizarr hangzása ellenére egyébként nem volt rossz, de azért meg kell hagynom, hogy nem enném minden nap ezt az ételt. Na de akkor térjünk rá a másik fontos kérdésre. Milyenek Albániában az albán pékségek? Igazából kétféle pékség van itt Albániában. Az egyik az, ahol így utcáról, ablakból lehet rendelni, és a többségben vannak azok a pékségek, ahová be lehet ülni, bár ezt sem nevezném kifejezetten pékségnek, de erre később ki fogok térni, hogy miért. Most az első kóstolóm az egy ilyen utcai árustól van, ahol egy ilyen pite-szerű valami volt, és egyébként nem volt akkora nagy a választék, de lehetett látni, hogy helyben sütötték a termékeket, és olyan, mintha kukorica darából, a kukorica lisztből lenne, és érezni, hogy egészen olajos, bár sok termékben használnak olajat, amin meglepődnénk, hogy miben van olaj, látszik, hogy nincs benne térfogatnövelőszer, meg mindenféle plusz adalékanyag. És egyébként meg kell jegyeznem, hogy itt a pékségek azok nem is valójában pékségek, hanem inkább cukrászdák és kávézók, ahol főként ezeket a burek és ehhez hasonló nemzeti ételeket lehet kapni, tehát ilyen tipikus péksüteményeket, mint nálunk, tehát ilyen különböző hajók, hotdogok, túróstáskak, akarosséget, tehát itt nem lehet kapni, hanem itt ezek a burek féleségek vannak, vagy ilyen különböző sütemények, bár édeségben nem bájtam, úgyhogy azt nem vettem, és főként kávékat lehet még kapni, tehát itt minden pékség, amit békerének hívnak, itt vannak asztalok, székek, tehát le lehet ülni és el lehet ezeket fogyasztani, úgyhogy ezek nem ilyen tipikus pékségek. Úgyhogy nem is lehet azokat a tipikus pékárukat kapni, kenyeret meg kalácsot lehet kapni, de azt meg nem vettem. Így, hogy 4 pékséget is végig kóstoltam, most már le tudom vonni azt a következtetést, hogy ezek a pékségek nagyon nem olyanok, mint amiket otthon láthatunk. Sőt, még a tésztája sem hasonlít arra, amit otthon lehet kaphatunk, sem állagra, sem ízre, sem illatra, tehát egyáltalán nem hasonlít. Sokkal jobbak, mint otthon az albán pékek. Ha Tiranába érkezel, akkor érdemes felkészülni az ottani közlekedési káoszra. Bár a jelzőlámpák egészen egyediek, az egész lámpatestet beborító LED szalag van, ami mutatja a zöld, narancssárga és piros színeket, ezzel azonban senki nem foglalkozik, ahogy a gyalogosok, úgy az autókat sem igazán érdekli, hogy éppen piros vagy éppen zöld a lámpa. Egyes kereszteződésekben rendőrök próbálják terelni a forgalmat, hát több vagy kevesebb sikerrel. A közlekedésben egyébként azért is van ekkora káosz, mert hogy itt Albániában még egyáltalán nem alakult ki a közlekedés kultúrája, és ez azért lehetséges, mert hogy a rendszerváltásig, tehát 1992 év elejéig mindössze 600 darab autó volt az országban, és csak utána kezdték el őket behordani. Hát azért még nyilván évekre lesz szükség, mire, hogy mondjam, rendezett lesz az autós közlekedés, vagy nem. Tiranában egyébként nem csak az a jó, hogy kényelmesen el lehet férni a járdákon, hanem az, hogy minden be van zöldítve, tehát minden utcán van egy gyönyörű szép fasor, és ami szintén nagy pozitívum, hogy mindössze 2 pláza van a városban, és ezért megmaradtak a kis üzletek itt a kis utcákon, és ezért is van itt télen, nyáron, reggel meg este
ugyanolyan nagy élet. Szépen köszönöm, hogy megnézted ezt a videót. Azt gondolom, hogy ennyire érdekes és összetett helyen, mint Tirana, még nem igazán voltam, hogy a videó elején meg közben is mondtam, hogy keresem Tirana identitására a választ, illetve az, hogy merre megy tovább ez az ország, de azt hiszem ebből a videóból kiderült, hogy erre a kérdésre nem fogunk választ kapni. Minden esetre köszönöm szépen, hogy megnézted, és nagyon szépen köszönöm a Patreon támogatóknak, hiszen nélkülük nem jöhetett volna létre ez a videó. Remélem találkozunk legközelebb is. Szia!